De feltételezem, hogy... Nem, azért kérdezem, az érdekel, hogy így a LibreOffice-os látás közönség, a kollabori... Konkrétan de ez, ja, okay, igen. Kezd az SME is dolgot csinálják, hogy fejlesztitek. Más technológiában integrálható maga ez az egész, vagy csak mondjuk úgy, hogy nem feltétlen írásos dokumentumokról van szó, hanem háromdimenziós virtuális valóságterekről. Tehát, hogyha mondjuk én azt mondom, hogy van egy olyan dokumentumként kezelendő, vagy dokumentumként apostrofált virtuális valóságtér, amit e-személyével kellene aláírni, azért, hogy most tök mindegy, hogy milyen szintet kell volna ez jogilag, de ez egy jogilag validáló dolog legyen, akkor ez megoldható, vagy nem megoldható? Megoldható, de az alapvetően mind a nélkül, amit nem mondtam, is megoldható. Tehát amit én itt előadtam, annak egy 80%-a az az, hogy ilyen XML alapú dolgokat ugyan lehet SME-vel most aláírni, a habatortán az az, hogy ez az egész meg bele van integrálva a LibreOffice-ban. Az, hogy te tetszőleges bináris valamit, egy fájt a fájrendszeren, vagy ilyesmi aláírjál, az alapvetően ezt az operációs rendszer megoldja, tehát feltelepített a driver-t, és utána a programból azt mondod, hogy itt van a memóriában ez a byte-array, erre kérek egy aláírást, kapsz egy másik byte-array-t. Ez az aláírás, és ezzel le van fejezve a történet. Ezt alapvetően az operációs rendszer, meg az SME-nek a driver-e megadja neki. Tehát ez így alapvetően működik. A másik, ez nem rendszegésként mondom, csak hogy a férjeltések elkerülése, nincsen mögöttem semmilyen csapat. Jó, semmi gond. Mi is a mi technológiánk a kettősféle. Igen, tehát itt alapvetően, mint látszott a LibreOffice-ban is, ebben az XMS-ekben is voltak már kezdemények arra, hogy ez így nagyjából működjön, csak persze pont az SME-nél ez nem működött, illetve ugye az SME-nek van egy driver, ami a munka kemény részét elvégzi, tehát nem vagyok ilyen kriptográfus, vagy ilyesmi, azt is ugye a Midomsoft legyártotta. Amit én itt összereszeltem, az csak az, hogy ez alapvetően kulcs a pénz, hanem egy LibreOffice felhasználónak, aki ugye alapvetően írógépet vár, az, tehát annyit ért az egészhez, annak egy nagyon egyszerű felületen tényleg annyit mond, hogy aláírás, kiválasztja, beírja a PIN-kódját, oké, és be van fejezve a történet, és semmi másról ne kelljen tudnia. Mert én parancsolatból szuperül lopanos és elállalat tudok írni, most mondtam valamit, ez egyáltalán felhasználónak értelmezhetetlen. Sőt, ha egyáltalán tudnia kell arról, hogy itt milyen titkosítási algoritmusok vannak, ez az átlag felhasználónak ez túl sok lesz, tehát ez őt nem érdekli. Igen, és egyébként ami még visszatérve, hogy más kontextusban ebből mi hasznosítható, ha bármilyen más helyen ilyen XML alapú dolgokat kell aláírni SME-vel, akkor ez az XML-szek újra hasznosítható erre. Tehát ebben semmi LibreOffice specifikus nincsen, ez egy ilyen több operációs rendszeren használható célban itt library, tehát cíleg és programozási nyelvből gyakorlatilag használni be. Tehát látod, mert az a remény, hogy ez egy gyakorlatilag igen. De volt egy kérdés, hogy mire lehet használni, hogy mit lehet aláírni bele. Ugye, és egy kiegészítés, bocsánat, hogy egy technológiai mit lehet csinálni, meg jó mit lehet csinálni. Tehát például én, mint a KFM ügyvezető igazgatója, az SME-vel technikailag aláírtatok egy céges dokumentumot, de jogilag azt nem fogják elfogadni, mert az SME az csak magáncégben használatra van. Tehát ez is egy fontos dolog. Hogy egy jogalkotói oldalról kell bővíteni az adatot. Tehát nem helyettesít minden aláírást, amit én kézzel teszek, hanem hogyha én magánszemélyként veszek egy biciklit, és szeretnék adásvételi szerződést kötni az eladóval, és neki is van ezt a mélyen nekem is, akkor ezt nagyon szépen alá tudjuk írni ezt az elektronikus dokumentumot, de hogyha mondjuk a cégemben akarok egy megbízási szerződést aláírni valakivel, aki ugye magánszemélyként aláírhatja, de én céggel csak végatom alá, hogyha vásárolok egy olyan tanúsítványt, ami fokozott biztonságú és a cégre szól, és úgy szól az élelemről, hogy a cégen keresztül. Ja, köszönjük, tudtam, hogy itt nagyon sok ilyen apróbat tudom, ami bizonyos feltételek mellett aztán a többit meg majd. Amikor majd kapod a saját tanúsítványodat, akkor elolvasni. Köszönöm.